A kávézók és strandok mellett hivatalosan hétfőtől az állatkertek is nyitva lehetnek, erre azonban fel kell készülni a gondozóknak is. Az eredeti tervek szerint május 15-én nyitotta volna kapuit a Nyíregyházi Állatpark, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel viszont előrébb hozták a nyitást. Az új időpont május 8-a péntek. Addig, sőt, utána is él a segítőjegy akció. Nem csak múlt időben beszélhetünk erről, hanem meghosszabbítottuk a nagy érdeklődésre való tekintettel. Május 28-áig lehet vásárolni, tehát aki szeretne nyári élményeket, tavaszi élményeket, mindenképpen érdemes online megvásárolni ezt a jegyet. Nagyon röviden erről a jegytípusról, a segítőjegy, arról szól, hogy amíg zárva voltunk, addig segítséget kértünk, de nem ingyen, hiszen nem a kedvezményes áron lehetett megvásárolni. Mindenkinek egységes 2300 forint kerül, és 12 hónapig felhasználható. Május 28-ig online lehet váltani, mindenki arra pozitív, hogy a későbbiekben is megjelentetek a Nyíregyházi Állatparkba. Mindenki egy online vegyék jegyeiket. Ez esetben ugyanis egyenlőre marad az egységes jegyár. Természetesen van lehetőség személyes jegyvásárlásra is, ez esetben viszont a normál jegyárak érvényesek. Jó hír azonban, hogy használható a szép kártya. Az újranyitás kapcsán az állatpark gondozói felhívják a figyelmet arra, hogy a 1,5 méteres biztonsági távolságot a park 35 hektáros területén is be kell tartani. A két legnagyobb állatházat, a Zöld Piramis Óceánáriumot és a Viktória házat is megnyitják május 8-án. Itt és egyéb zárt helyeken kötelező a maszk viselése. Bár a park szabadon látogatható, az állatbemutatókat egyelőre nem tartják meg. Átmenetileg azonban erre is van megoldás. Óriási az érdeklődés, és nagyon-nagyon hiányoznak nem csak nekünk, hanem például a fókáinknak az állatok. Elkezdtünk beszélgetni a tényekkel, hogyan tudnánk, mint a TV esetében, a mi világunkat, a csodálatos környezetet elvinni vendégek otthonaiba. És a Dótévé mellett láttuk ki az élő adásba. Már nagyon nagy sikerrel lement a fókasó, és május 12-én lesz egy wellness fürdés a telefántoknak, amit mindenképpen szeretnék. Az OTV mellett elindult a jogázó program is az állatpark online felületein, ahol különböző állati pózoknak álcázott jóga mozdulatokat gyakorolhatnak a nézők.